Ador Ján Béla lett a Jobbik új elnöke. Megválasztása után azt mondta, túl vannak egy tragikus választáson, ami szerinte indokoltá tette, hogy rendet tegyenek a pártban. Hozzátette, az új elnökség tagjai a megfelelő emberek erre a feladatra. A Jobbik egykori elnöke azonban úgy gondolja, ezek már a Jobbik végórái. Schneider Tamás elmondta, számára már az országgyűlés alelnöki pozíciójáról való lemondásakor egyértelmű volt, hogy a Jobbik irányvonala 1% alatti támogatottsághoz fog vezetni. Teljesen egyértelmű, hogy 2026-ban a Jobbik meg fog szűnni, nem tud elindulni az országgyűlési választásokon, más pártok sem fogják úgymond a hátukon tovább cipelni, akár Gyurcsány Ferencre is gondolhatok, mert teljesen feleslegesé vált a párt, és abszolút ez az érzésem és gondolatom, hogy ugyanaz fog történni, mint az SZDSZ-szel Retkes Attila alatt. Azt mondhatnám, hogy ez már az utolsó stádium, amikor még egy olyan elnököt választott a Jobbik maradék tagságba, aki gyakorlatilag lekapcsolja majd a lámpát. Tisztújítás a Jobbikban, a megválasztott elnök Ador Ján Béla a vendégem. Üdvözlöm, jó estét kívánok! Üdvözlöm én is, és a kedves nézőket is! Jobbik konzervatívok, kis pontosítás. Úgy nyilatkozott az ATV-nek, hogy abban bízik, hogy nem ön lesz a párt utolsó elnöke, akkor amit hallottunk imént, vagy más elemző, amikor arról beszél, hogy a Jobbik Retkes Attilája ön lesz, akkor azt nem fogadja el? Én inkább azt mondanám, hogy én még mindig nosztalgiával és barátsággal gondolok Tamásra, hiszen jó ideig együtt teljesítettünk szolgálatot abban a párban, amit én most is magaménak tartok, most is annak a közösségnek tartok, ahol jól érzem magam, és most is látom abban a lehetőséget, hogy a Jobbik képes arra, hogy valós politikai tevékenységet végezve a magyar emberek hasznára legyen. Schneider Tamás pályafutása alatt talán nem először téved. Egy valamiben viszont egészen biztosan egyet tudok vele érteni, hogy én tudom, hogy hol van a villanykapcsoló, csak én azt nem lekapcsolni fogom, a reflektorokat fogom fölkapcsolni. Hogyan? 45 000, több mint 45 000 szavazatot kaptak a mostani európai parlamenti választáson, körülbelül 170 000 szavazót veszített el a párt. Innen felhúzni a pártot nem feltétlenül egyszerű feladat, és itt gondolok nem csak a most megjelent TISZA pártra, hanem a Mi Hazánkra is, ami többek szerint átvette a Jobbik konzervatívok szerepét az elmúlt években. Hát a megállapítás viszonylag pontos, hiszen a Mi Hazánk az azért mégiscsak a Jobbikban gyökerezik, és a Jobbik nagyon sok termékeny és tehetséges politikust adott ennek az országnak, amire én egyébként büszke vagyok. Ugyanakkor a választási eredménnyel szembe kellett néznünk, és ezzel szembe is néztünk. Ezen nincs mit szépíteni. Én azt gondolom, hogy egy valamire való felelős politikát folytató pártpolitikus, vagy akármilyen politikus, annak meg kell hozni a megfelelő döntéseket, amikor egy ilyen választási eredmény szembe jön vele. Ez a választási eredmény velünk valóban szembe jött, és mi valóban szembenéztünk vele, és felelősen gondolkodva a Jobbik leköszönő elnöksége úgy döntött, hogy egy előhalazott tisztújításon oldja meg ezt a problémát, és a Jobbik tagsága az elmúlt szombaton meg is választott egy új elnökséget, ami hordoz magában stabilitást biztosító politikusokat, és hordoz olyan új elemeket, amik részben újak, mert gyakorlatpolitikusokról van szó, csak az országos politikában ebben eddig nem szerepeltek. Tehát új arcokról beszélünk. Hogy áll össze az elnökségi csapat? Az elnökségi csapat, ugye Brenner Koloman doktor, Brenner Koloman lett az általános elnök helyettes. Ő alapvetően egy ismert politikus. Így van. Nagyon-nagyon fontos egy párt életében, hogy van egy frakciója. A frakcióval együtt tudjon működni, és olyan politikát tudjon csinálni, ami szinkronban van az elnökség üzeneteivel, a parlamentben is. Éppen ezért dr. Lukács László György is részese az újonnan megalakult elnökségnek, részese ennek az elnökségnek kommunikációs szakemberként Kvári Anita, részese ennek az elnökségnek Ander Balázs, aki szintén gyakorló országgyűlési képviselő, Zékárpád Dániel, aki szintén országgyűlési képviselő. Nem feledkezhetünk meg egyébként az új emberekről, és rajtuk nagyon nagy hangsúly van. Révi Attila egy hihetetlen nagy tehetsége a magyar politikai közéletnek, hiszen ő már bebizonyította, hogy ért az emberek nyelvén, tudja az emberek értékeit és érdekeit képviselni, hiszen többször újra választották a saját településén.
illetve egy eddig regionális igazgatóként működő tagunk is lett Kesztyűs Attila személyében. Jól veszem ki a szavaiból, hogy egy ismételten alulról építkező szervezetet szeretne létrehozni, tehát teljesen az alapokról kezdeni, mert ugye az országgyűlési választás után az elnökség, illetve az elnök is arról beszélt, hogy le kell vonni a megfelelő konzekvenciákat, tanulságokat, és új alapokra kell helyezni a Jobbik konzervatívok politikáját. Azóta eltelt 2 év, úgy tűnik, hogy ez nem jött be. Nyilvánvalóan az előző elnökségnek saját magának kellett levonni a megfelelő következtetést és a felelősséget vállalni, ezt meg is tették. A mi dolgunk az új elnökségnek az határozottan az lesz, hogy újra visszavezesse a Jobbikot arra a mesdjére, arra az útra, ahonnan egyébként korábban igen hatékonyan és igen progresszíven elindult. Ez az ugyanúgy, mint anno, amikor létrejött, hogy alulról építkezve településről településre nem feltétlenül részt venni az országos politikában, hanem az embereket szemtől szembe megszólítani, így gondolta? Ebben a kicsi országban nem részt venni az országos politikában nagyon nehéz úgy, hogy nem csinálunk értelmezhető politikát. A Jobbiknál azt fogják tapasztalni, hogy a teljes ország területére vonatkozó politikai üzeneteket és probléma megoldásokat fog üzenni az embereknek és a választópolgároknak. Ez azt jelenti, hogy nem egy fővárosszentrikus párt leszünk, hanem egy teljes országot képviselni képes politikai szövetség és szervezet. Tehát egy főváros és egyúttal vidék egyensúlyát megteremtő lefedő hálózatot szeretne létrehozni, ehhez van elég emberük? Igen, és én ebben nagyon nagy különbséget látok Schneider Tamás véleménye és az én véleményem között. Schneider Tamás semmi más nem lát, minek utána eltávolodott a párttól, és én nagyon remélem, hogy pozitívan fog csalódni, mert azért hiszem, hogy lelkeméjén érzi, hogy ő egykor jobbikos volt. Schneider Tamás, amit lát, az az alig 1%-os választási eredmény. Ezzel szemben az én nézőpontomból nézve egészen más látok. A Jobbiknak van olyan határozott humán és szellemi erőforrása, amivel azt a politikai tevékenységet, amit mi kollektív bölcsességgel meg fogunk határozni, ez képes lesz végrehajtani és képes lesz megjeleníteni. Milyen témákat szeretnének felölelni? Maradnak ugyanúgy, amiket a Jobbik eddig képviselt, vagy új témákat ki kell lépnének szövetségre? Ugye a program és a szövetségkeresés az mindig fontos egy régi új párt esetében. Én politikai pályafutásom alatt egyetlen társadalmi réteggel és egyetlen közösséggel léptem szövetségre, ez a magyar emberek és a magyar választópolgárokkal kötött szövetség. Én azt hiszem, hogy az én személyem garancia lesz arra, és az elnökség, a megalakult elnökségnek az a kollektív bölcsesség alkalmas lesz arra, hogy ezt a szövetséget meg fogjuk erősíteni, így hát mi inkább most azon tudunk gondolkodni, és azt a programunkat arra fogjuk építeni, hogy meglássuk és megértsük, illetve határozott és egyértelmű válaszokat adjunk azokra a kérdésekre és problémákra, amik a magyar embereket a hétköznapokban sújtják és megnehezítik az életüket. Mi érdekli a magyar embereket a hétköznapokban? Megélhetés, gazdaságfejlesztés, oktatás, egészségügy és minden egyéb más, de akár a környezetvédelmi kérdésekre is kitérhetnénk, vagy akár a biztonságpolitikai kérdésekre. Mi lesz velünk itt Közép-Európában, mi lesz velünk a hétköznapokban, hogyan fogjuk tudni biztosítani azt, hogy a Nyugat-Európába vándorolt tehetséges magyar munkavállalók visszatérjenek. Ezek mind olyan súlyos kérdések, amikkel mi foglalkozni fogunk, és határozott válaszokat fogunk ráadni. Ugye a migráció kérdése is érdekli az embereket, tehát az illegális bevándorlás az úgy tűnik, hogy ugyanúgy foglalkoztatja az embereket. Ugye még a választás előtt önnek volt egy ügye, amikor a Jándon a polgármester által kihelyezett táblát kicserélte, letakarta, ez a No War, No Migration, No Gender. Ezekkel a témákkal az megújult Jobbik például mit kezd? Határozott véleményünk van, mi a magyar emberek érdekeit fogjuk képviselni. Határozottan elutasítom én személy szerint, és az elnökség is elutasítja az illegális migráció minden formáját. Én azt hiszem, hogy ez nem lehet kérdés a magyar emberek számára, és nem lehet kérdés a Jobbik számára. Az, hogy ez a Jándi történetben az üzenetbeli különbség, az miben jelenik meg, ott szolgálatot teljesítő polgármester egy tájidegen és nyelvidegen kifejezésekkel élő és meglehetősen drámai cselekedetet hajtott végre, ugyanis az Isten hozta Jándon, táblát takarta el. Én azt gondolom, hogy a magyar embereknek van igénye arra, hogy meghatározzák a biztonságukat, amit az otthonban találnak, van igénye arra, hogy a hitüket meghatározzák és megtartsák, és természetesen a békére mindenkinek igénye van.
olyan békére, ami a hétköznapokban is értelmezhető, nem polgárháborús helyzetre gondolok. Egy rövid gondolat erejéig. Azt látom, hogy ambíció van, célok vannak, de ön szerint van elég erő, ember annak érdekében, vagy azért, hogy ezt meg is tegyék? Gondolok itt arra, hogy a Jobbik, amióta 20% fölé ment, azóta folyamatosan csökken, és ez von a Gábor idejétől, egész egyszerűen senki nem tudta ezt a folyamatot megállítani. Én bízok magamba, és bízok a hitembe, és minek utána hiszek Istenbe, abban is hiszek, hogy a jó Isten olyan terhet csak az ember vállára, amit ő elbír. Én azt gondolom, hogy most olyan stabilá fogjuk tudni tenni a Jobbikot, mint annak idején volt, és ebben nem az a lényeg. Ebben az a lényeg, hogy ugyanolyan hasznára tudunk majd lenni a magyar társadalomnak, mint korábban voltunk. Elnök úr, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Én is köszönöm a meghívást.